Megjelenteket a 29. Városligeti Gyermeknap sajtótájékoztatóján. Köszöntöm Szalai Bobrovnicki Alexandra Humán főpolgármester helyettest, Edvi Péter urat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét, Komáromi Tibor urat, háromszoros világbajnok birkózót, a Gyermeknapi Sportsziget szervezőjét, Partics Katalint, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Sportbizottságának titkárát, a sajtóképviselőit. Felkérem Szalai Bobrovnicki Alexandrát, beszéljen arról, hogyan támogatja a főváros az idei rendezvényt. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjétek, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket a Tarlósi László polgármester, illetve a Budapest főváros önkormányzata nevében a most már hagyományosnak mondható Városligeti Gyermeknap, ami szintén hagyományos, de már azt hiszem ez a fajta sajtótájékoztató itt közösen az esemény előtt is hagyományos, tehát engedjék meg még egyszer, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket ezen a napon. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Fővárosi Önkormányzat együttműködése hosszú évekre nyúlik vissza, hiszen nekünk is kiemelt célunk az, hogy ezzel a gyermeknapi rendezvényel több tízezer hátrányos helyzetű gyermek és a családjaik részére nyújtsunk színvonalas kikapcsolódást, és persze az ingyenes programokon keresztül minél többen egy felejthetetlen élménnyel tudjanak gazdagodni ezen a hétvégén. Ez pedig az elmúlt években is így volt, hiszen a tavalyi számokból kiindulva idén is több százezer látogatót várunk majd ezen a két hétvégi napon. És egy picit a főváros és a gyermekmentő történetéről 2013-ban írtunk alá egy határozatlan időre szóló keret megállapodást a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat között. Ennek a keretében pedig minden évben külön megállapodásokat kötünk, akár a Városligeti Gyermeknap, akár a Mindenki Karácsonya programokra. A 2019-es évben a Városligeti Gyermeknap sikeres megrendezését 14 millió forinttal támogatja a Fővárosi Önkormányzat, ezen túlmenően pedig segítséget nyújtunk a rendezvényhez kapcsolódó engedélyek, illetve infrastruktúrális feltételeknek a biztosításában is. Ennek a támogatásnak a révén azt reméljük, hogy hozzá tudunk járulni a vidéki, illetve a határon túlról meghívott gyermekeknek is a szállítási, szállási, illetve az étkeztetési költségeihez, valamint az ehhez való utazáshoz szükséges autóbuszok, diákotthoni szálláshelyek és étkeztetések biztosításához is. Budapest főváros számára kiemelten fontos, hogy minél inkább családbarátabb várossé váljék az elmúlt években. Nagyon hiszünk abban, hogy akkor érezzük magunkat jól, hogyha minden közösség és egyáltalán minden korosztály és minden nemzedék megtalálja Budapesten a helyét, és nyilván ennek a kiinduló pontja, ahogy a mi gondolkodásunknak is, azok a legkisebbek a gyermekeink. És ezért igyekszünk azon, hogy a fiatalokkal is, és az annál fiatalabb gyermeki generációval is egy nagyon kiszámítható és tudatos kapcsolatban maradjon a Fővárosi Önkormányzat, amikor a programjainkat alakítjuk, akkor mindig ennek a struktúrának a mentén gondolkodunk. És én azt hiszem, hogy talán 2010 óta látható ez városfejlesztés tekintetében is, hiszen rengeteg olyan fejlesztés történt, amely élhetővé teszi a legifjabb generáció számára is Budapestet. Rengeteg megújuló közparknak örülhetünk közösen, átadott játszótereknek, a sportolási lehetőségek bővülésének és persze rengeteg gyermekprogramnak, mint amilyen ez a most hétvégi is. Úgyhogy engedjék meg, hogy én megköszönjem a szervezőknek, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak az immár hagyományosnak mondható Városligeti Gyermeknap tényleg igazán magas színvonalú megrendezését, és hát köszönjük szépen, hogy valóban több százezer hátrányos helyzetű gyermek és családjai segítésében a stratégiai partnerként a Fővárosi Önkormányzatra is most már évek óta számítanak. Én nagyon bízom benne, hogy ezen a május 25-26-ai hétvégén, ahol tehát ingyenes programokkal találkozhatnak majd a Városligetben, idén is olyan sokan kilátogatnak majd, mint a korábbi években. Annál is inkább, mert tényleg talán soha nem látott programbőség jellemzi az idei évet. Hadd emeljek ki ebből külön egy szegmest, a Gyermeknapi Sportsziget keretében sportbemutató, kalandpark és sportolási lehetőségek várják majd a fiatalokat. Lehetőség lesz találkozni olimpikonokkal, különböző sportágok bajnokaival, és persze értékes nyereményekkel is. Számos meglepetéssel várják majd őket a szervezők. Hát azért emeltem ki különösen, mert
Az idei év 2019 az a fővárosnak sportfókuszú, hiszen mi lettünk Európa sportfővárosa, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy már a legfiatalabb korosztályt is egy egészségtudatos, sporttudatos szemlélet alapján tudjuk a későbbi életük során segíteni, úgyhogy ebben a célkitűzésünkben is mindenképpen partnerek találtuk a Városligeti Gyermeknapban és annak szervezében, úgyhogy kérem, hogy vigyék jó hírét ennek a hétvégi eseménynek, és még egyszer köszönjük szépen!